Köszöntöm nézőinket, önök a Közéleti Magazint látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Nézzük, mit kínálunk a következő percekben. A kiszálladás szélén a bogyiszlói holtág. Sikeres volt az első jótékonysági kamionos találkozó. Drágább lesz az iskola kezdés. Tanszereket, élelmiszert és ruhát osztott a Máltai Szeretett Szolgálat szekszárdi csoportja. A Tolnai térség egyik természeti kincse a bogyiszlói holtág a kiszáradás szélén áll. A valaha hatalmas területen elterülő tavat ma homokpadok szakítják meg. A megoldást a víz betáplálása jelenteni, amit a Dunából egy csatorna rendszeren keresztül tudnának kivitelezni. Ez viszont sok százmillió forintba kerülne. Anyagi erőforrás hiányában azonban erre most nincs lehetőség. Így néz ki most a bogyiszlói holtág. Pár évtizeddel ezelőtt még csordultig volt a meder vízzel. Ott, ahol most a riportot készítettük, még horgáztak a lakosok. Mára már alig van valamicska a tóban, ami aggodalommal tölti el a község lakosait. Sajnos ez a évek során ez a vízhiány, meg ez a kiszáradás, minden szárad ki, lehet látni a tévében, minden mondják, hogy a globális felmelegedés, de hát nem tudjuk, hogy az okozza ezt, mert 1903-ban én úgy tudom, hogy nagyon nagy szárazság volt akkor is. Akkor is voltak ilyen, hogy eltűntek a vizek minden, és utána mégis visszajöttek. Most nem bízunk benne, hogy lesz változás, mert így másképp ennek a víznek sajnos vége lesz teljesen. A jelenlegi vízmennyiséghez még körülbelül 1,5-2 méternyi víz lenne szükséges, aminek a pótlása egyelőre megoldhatatlannak tűnik. Ezek megoldás valami betápcsatornát, vagy valami szivattyúrendszert kéne kiépítenünk, hogy tudjuk pótolni a vízünket, mert máshonnan mi nem kapunk vizet. Mi a Nagy-Dunáról kapnánk vizet, van egy kanálisunk, egy csatornánk, ami a Nagy-Dunával van összekötve a holtágunk, de sajnos a Nagy-Dunán is olyan kicsi a vízállás, már évek óta, 4-5 éve nem kaptunk vizet, mert nincs a Nagy-Dunán se víz. Nem nincs akkora vízállás, hogy fel tudjon jönni a víz a holtágunkba. És azért van ez a káosz itt sajnos. Mi polgármesterünk, a Tóth István úr, az vízügyi szakember, csak hát sajnos a pénz, itt a pénzkérdés minden, mert hatalmas milliók, milliárdokról lenne szó szerintem, hogy ha onnan kellene a Nagy-Duna felől nekünk egy vízbefolyási lehetőséget biztosítanunk ennek a tónak, mert sajnos nem lehet megoldani másképp. Annyira kiesünk mindentől, hogy ez egy ilyen holtág, és ez tényleg holtág, mert ez sajnos mindentől távol van. Annak ellenére, hogy veszélyesen alacsony a vízszint, a meder alján pedig több méternyi iszap áll, a holtág állatvilága még mindig benépesíti a vizet. A madárvilágunk is van, halak is hála Isten vannak benne, és a kis víz ellenére nem döglenek halaink, hála Istennek, nem tudjuk mi oknál fogva, pedig nullás a oxigénszint a víznek, szóval nem tudjuk elképzelni, mi van, de hála Istennek azt mondom, mert ahhoz képest, hogy kicsi a vízünk, elég szép halállományunk van még mindig. Régen, mielőtt megcsinálták ezeket a sétányokat, három helyen volt egy nagyobb forrás itt a partszakaszon, de most azt szerintem azt betemettük, mikor kiszedték a vizet, csináltak a sétányt, beletek temetve, az is dominál szerintem valamilyen szinten, hogy a vizet nem tudjuk, nem pótlódik maga után a víz, meg hát a talajszintnek az a baj, hogy a talajvíz lement nagyon. A talajvíz nagyon lement a szintje neki, és szerintem az is dominálja, hogy nem kap, egyáltalán nem tud termelődni utána semmi. Itt napról napra megy a víz. Most nem jön vissza, mint régebben, hogy voltak ilyen hűvösebb, akkor kicsit jött vissza, most nem jön vissza, most mindig megy. Az őszi esőzések sem segítenének jelentős mértékben, talán pár centivel emelnék meg a vízszintet. A helyi horgászegyesület működésére is hatással van az alacsony vízállás. Szó szerint csodára kell várnunk, mert itt más szerintem nem lesz. És egyre, most megértem a horgászokat is. Mi rendelkeztünk nagyon nagy létszámú horgász egyesülettel, mert nagyon nagy létszámunk volt, most egyre kisebb. Most nem tudunk már telepíteni, és a halat jó, a víz miatt nem is lenne érdemes beletenni, mit tudom mennyit. De itt a tavaly előtti években még 40 mázsás haltelepítések volt, most csak 13 mázsás haltelepítés volt, mert annyira kicsi lett a létszámunk már, a taglétszám, hogy nem tudunk több halat beletenni a vízbe. De most megmondom őszintén, jobb is, mert most meg akkor lehet, hogy baj lenne a halakkal, beledöglenének. Pedig a tó bővelkedett süllőkben, pontyokban, kárázban és keszegekben, de még csuka és halcsa is sokszor akadt horogra. A helyzet megoldás után kiállt, hiszen a tolnai és a faddombori holtákban is ugyanez a helyzet. Mindhárom meder kiszáradása pedig óriási veszteség lenne.
Sikeresen zárt az első országos jótékonysági kamionos találkozó, amit Őcsényben tartottak. A megmozdulást a 14 éves Etesi Anett gyógykezeléseinek támogatására hozták létre. Sokan gondolták úgy, hogy segítenek a ritka mozgásszervi betegségben szenvedő tininek. 2.350.000 forint gyűlt össze a kétnapos rendezvény során. Az ország minden tájáról érkeztek kamionok Őcsénybe az első jótékonysági kamionos találkozóra. A rendezvény elsődleges célja az volt, hogy minél több pénz összegyűjjön a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő Etesi Anett gyógykezeléseire. Önneki nagyon hirtelen romlott az állapota. 7 éves koráig ő ugyanúgy ment, mint mindenki más, futott, táncolt, minden, és onnantól olyan romlás alakult ki nála, hogy most már csak segédeszközzel tud közlekedni. Ha most nem jártunk volna terápiára, szerintem már kerekesszékes lett volna. Leállítottuk a romlást. Ez alatt a 3 év alatt, amit segítenek nekünk, hogy a terápiákra el tudjunk menni, ez ennyit segített, igen. Most jelen pillanatban le van állítva a romlás. Suli időben például tényleg ám hajnal 4-kor kell fel. Hajnal 4-kor fel kell, és ő 4:30-tól 3:45-ig tornázik. Mészáros Réka 8 éve járja Európát kamionosként, és amikor 2 éve tudomást szerzett Anettről és az ő CMT2-es C-típusú betegségéről, akkor elhatározta, hogy segíteni fogja a paksi kislányt és szüleit abban, hogy minden évben összejöjjön a kezelések ára, és erre buzdítja majd kamionos társait is. Havonta csináltunk ilyen licit heteket a kamionos csoportomban, és az a baj, hogy december alig jött össze a jövő évi terápiának az áram. Úgy gondoltuk, hogy na akkor most egy nagyobb volumenű dolgot csináljunk, egy olyat, amit itt a környéken még senki is, illetve Magyarországon sem volt még jótékonysági kamionos találkozó. Tehát ez kizárólag csak Anett véget van, hogy a kezeléseket, a terápiákat megkaphassa, és hát lehet látni, hogy mennyi kamionos mellettünk áll, Anett mellett áll, és hogy tényleg, hogy mennyien eljönnek. Nagyon sok helyről jöttek, tehát Pest környékéről, Győrből, tehát tényleg Magyarország több pontjáról is érkeztek ide, több száz kilométerekről is jöttek. Rendszeresen járok a Réka által megszervezett rendezvényekre, Anettet évek óta támogatom, és tulajdonképpen egyértelmű volt, hogy jövök erre a találkozóra. Én fontosnak tartom, hogy Anettet támogassuk, de nem csak Anettet, hanem bárkit, ahogy tudunk. Mi személy szerint kamionosok kiválasztottuk magunknak Anettet, és őt támogatjuk. A fellépők is ingyen vettek részt a kétnapos rendezvényen, támogatva ezzel a kislány terápiáit. Anett zenetanára kíséretével adott egy rövid koncertet, és mutatta be gitár és énektudását a közönségnek. Ezekre nincsenek szavak. Nem lehet elmondani, amit belülről érzek, hogy nagyon jó egyébként olyan társaságban lenni, akikről érzem azt, hogy szeretnek. Én úgy gondolom, hogy egy gyermek sem érdemli meg azt, és Anett sem, hogy pénzkérdése legyen az élete. Pénzkérdése legyen az, hogy ő élhet-e egészséges életet. Nyilván egészséges ő már nem lesz, mert gyógyíthatatlan a betegsége. De hogyha nem tornázik, romlik az állapota, bénul le folyamatosan. Ez nem, tehát hogy ha nincs is olyan kötődésem hozzám, hogy rokoni szálak, tehát akkor sem bírnám elviselni tényleg, hogy a szülőknek ezt végig kelljen nézni. Tehát én amikor megismertem Anettet, akkor láttam, hogy 1.200.000 forint hiányzott nekik 3 héten belül, hogy meglegyen, különben nincs neki terápia. És akkor így tovább gondoltam, hogy a szülőknek ez milyen érzés lehet, hogy ott van az a kislány, van kitartás, csinálná, menne tornázni, és nem tud menni a pénz miatt, azért, mert nem tudják befizetni a kezeléseket, és romoljon az állapota, és a vége lélegeztetőgép legyen. Nem, tehát ez nem történhet meg. És azt mondtam, oké, akkor ne több gyerek, egy gyerek, Anett, és csak akkor mellett álljunk ki, és vigyük végig, és csináljuk meg, és tényleg folyamatosan tudjuk tartani a kezelésének a költségét így a kamionosokkal. Hihetetlen összefogás van, amit nem is gondoltam volna. Nagyon jó látni, hogy a Anettet ennyien szeretik egyébként. Nagyon jó látni, hogy ennyien akarják, hogy tényleg minden évben összegyűjön ez a terápia. És nagyon szépen köszönöm Mészáros Rékának, mert ő nélkül ez nem valósult volna meg. Ezt ő tervezte meg, ő alkotta meg, és ez nagyon jól esik nekünk. Az első nagy jótékonysági kamionos találkozó
2.350.000 forint támogatást hozott a családnak, ami ugyan még kevés a jövő évi terápiák fedezésére, de egy nagy lépés előre. Aki szeretné segíteni a családot, az alábbi számlaszámon megteheti. Nem sokára becsengetnek az iskolákba, hamarosan több ezer diák fog visszaülni az iskolapadok mögé. A tanuláshoz szükséges eszközöket pedig még a nyári szünet utolsó heteiben be kell szerezni. Iskolatáska, tollak, ceruzák, füzetek és még sorolhatnánk, mi minden szükséges az iskola kezdéshez. Vajon ez mennyire terheli meg a családok pénztárcáját? Riportunkból kiderül. Végéhez közeledik a nyári szünet. Ilyenkor az iskoláskorú gyermekek szülei és csemeteik elindulnak, hogy a suli kezdéshez szükséges eszközöket beszerezzék. Egy első osztályos tanulónak bizony elég sok mindenre van szüksége a szeptemberi évkezdéshez. De vajon idén ez a bevásárlás mennyire terheli meg a szülők pénztárcáját? Szerencsések vagyunk az árak tekintetében, mert a füzeteknél, tehát a papír ára az körülbelül áprilisban ugrott nagyon nagyot, akkor olyan 30-50%-kal ment fel a papír, és ugye nyilvánvalóan ezeket a füzeteket, amelyeket most árulunk, azokat a tavalyi évben rendeltünk meg, és a tavalyi évben is gyártották. Tehát én azt mondom, hogy a füzet áraknál, a design füzeteknél olyan 10%-ot mondanék, hogy fölmentek az árak, és a normál füzeteket, azokat mi speciálisan itt ebben az üzletben beszerzési áron adjuk, azért, hogy azok a vásárlóink is meg tudják engedni maguknak a vásárlást, akik esetleg nem rendelkeznek annyi pénzzel. Tehát füzeteknél nincs nagy gond. A ceruzáknál gyakorlatilag nem volt árváltozás nálunk, és a táskáknál is azt mondanám, hogy egy olyan 10%. És én azt gondolom, hogy érdemben ebben az évben még az iskolai bevásárlás nem változott olyan nagyon fölfele. Tehát most még egész jó, körülbelül a tavalyi árszint, vagy azt egy kicsit meghaladó az ár. Egy elsős tanuló kezdő csomagja a táskával együtt körülbelül 40.000 forinttól indul, ez a minimum ár. A végösszeg függ attól is, hogy ki milyen minőséget vásárol. Bár ebben az üzletben jelentős mértékben nem drágultak az árak, mégis észrevehető a vásárlási szokások átalakulása. Egyrészt kevesebben vannak, tehát nem indult úgy el a szezon, ahogy el szokott indulni. Kevesebb iskolatáskát adunk el, különösen az elsős táskákból, és viszont aki vásárol, azt veszem észre, hogy beosztja a vásárlásait, tehát mit tudom én, vesz 20.000-ért, aztán vesz majd 10.000-ért, tehát nem egyszerre adják ki a nagy pénzt az emberek, de ugyanakkor azért maradtak úgy vásárlóink, akik úgy látom, hogy meg tudják engedni maguknak a drágább cuccokat is, a design füzetet, a jobb táskákat. Tehát olyan nagyon nagy változás nem látok a tavalyi évhez képest. A jó minőségű termékek a magasabb áruk ellenére még mindig kelendőbbek, legalábbis ebben a szaküzletben ez a tapasztalat. Ezt már évek óta mondom, hogy nagyon jó minőséget tartunk. Mi egyébként csak jó és még jobb minőséget tartunk, azért, mert nagyon törekszenek az emberek arra, hogy minőséget vegyenek. És én szerintem egyébként egy ilyen szaküzletnek, mint a miénk, csak így lehet talpon maradni, hogy odafigyelünk a minőségre, és ugyanakkor az árakkal sem szállunk el. És erre nagyon figyelünk. Ugye a multik óriási nagy konkurenciát jelentenek nekünk is, mert nagyon alacsony árakkal csalják be az embereket, és inkább buknak rajta, de akkor is. És mi is úgy tudjuk ezt a forgalmat fenntartani, hogy mi is nagyon tisztességes árakon dolgozunk, nagyon normál minőséget árulunk, és ilyenkor mindig engedményeket is adunk a vásárlás értékéből. Nálunk 10% például az engedmény minden egyes vásárlásból. Könnyebb dolguk van azoknak a szülőknek, akiknek nagyobb gyerekek is vannak a családban, hiszen ők a tanszereket, iskolatáskákat a kisebbekre tudják hagyni, így pár 10.000 forintot is meg tudnak spórolni egy-egy tanévkezdés alkalmával. Tanszereket, élelmiszert és ruhát osztott a Máltai Szeretett Szolgálat szekszárdi csoportja. A szervezet nap mint nap szembesül azzal a ténnyel, hogy a jelentős áremelkedés miatt egyes családok komoly megélhetési problémákkal küzdenek. Neked is tejünk azért a sok segítségért, amit másoktól kapunk, ami által mi is tudjuk segíteni. Amen.
Az adományozás előtt közösen imádkoznak a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat Szekszádi csoportjának tagjai. A szervezet rászoruló családoknak és nyugdíjasoknak segít rendszeresen. A csoportunk nyilván tart 200 rászoruló családot, illetve kis nyugdíjast, akiket rendszeresen segítünk. Ők olyan emberek, akikről meggyőződtünk, hogy milyen anyagi körülmények között élnek, vagy mi ismerjük őket személyesen, a személyes kapcsolattartás során, vagy pedig a családsegítő szolgálat által az ő javaslatukra kerülnek be ebbe a támogatotti körbe. Ez mellett minden hónap első kedjén nyílt adományosztást is tartunk, ahol bárki hozzánk fordulhat segítségért, és hát ugye, ahogy ezen keresztül is megismerünk embereket, akkor bekerülhetnek a támogatotti körbe. Zömébe szekszárdiak, mert segélyezzük a megyei önkormányzatokon keresztül a megyében élő embereket, mert hát nekünk adott a létszámunk megvan, hogy mennyi emberrel tudunk foglalkozni. Hesz Zoltánné elmondása szerint nap mint nap tapasztalják, hogy a folyamatos drágulás miatt súlyos megélhetési gondjai vannak az embereknek. A Máltai Szeretett Szolgálat már 3 éve tart, így iskolakezdés előtt is külön szervezett gyűjtéseket. A lakosságtól folyamatosan kapunk használt és új tanszereket, de jövő hét közepétől az egyik szekszárdi áruházban is folytatni fogunk tanszergyűjtést. Ezzel elég sok a feladatunk, hiszen még augusztus utolsó napjaiban az így összegyűlt tanszereket szét is kell osztanunk a hozzánk beérkezett segítségkérések figyelembe vételével. Nem csak tanszereket osztunk augusztusban, hanem ruhaneműt és élelmiszert is. Most azért tudunk élelmiszert osztani nagy mennyiségben, mert a szekszárdi önkormányzattól kaptunk külön támogatást erre, és amit a lakosságtól érkezett hozzánk, illetve az önkormányzati segítséggel, most egy ilyen különleges, rendkívüli élelmiszerosztásra kerül sor, ahol most nem csak azok a családokat, támogatott családokat, ahol iskoláskorú gyerekek vannak, tudjuk segíteni, hanem mind a 200 hozzánk tartozó támogatottat is. Hát az emberek ezt nagyon nagy örömmel, hálával, köszönettel fogadták, mert hát mindannyian érezzük azt, hogy most ezek a megnövekedett anyagi terhek sújtják az életünket, de azoknak az embereknek, akiknek nagyon alacsony a jövedelmük, ez sokkal nagyobb mértékű problémát okoz. Hát volt olyan támogatottunk, aki amikor meghallotta tőlünk azt a hírt, hogy most élelmiszert fogunk osztani, úgy beszélt, hogy ez számára szinte egy isteni csoda. De volt olyan család is, ahol elmondták, hogy beteg az egyik gyerekük, és a gyógyszerköltségek, illetve a megnövekedett anyagi terhek már minden jövedelmüket elvitték, és fogalmuk se volt arra, hogy jövő héten mit fognak enni. Úgyhogy most számukra ez egy ilyen életmentő segítség. A szervezet vezetője elmondta azt is, hogy az országos gyűjtési eredmények azt mutatják, hogy Szekszárdváros lakossága kiemelkedően teljesít. Talán azt mondhatom, hogy én nem is látok olyan helyet, ahol ennyire jószívűek és segítőkészek lennének az emberek. És ezt most is köszönöm nekik. Jelenleg az élelmiszer a legnagyobb érték, de hát ugyanúgy tudjuk a ruhaneműket is. Ma például a Bikácsi önkormányzat 40 zsák ruhát vitt el, meg hát cipőket is, meg egyéb dolgokat is vitt. Ugye, hogy most máskor, korábbi években tudtuk a vidéki önkormányzatokat is élelmiszerrel segíteni, most nem tudunk. Decemberben tartunk élelmiszergyűjtést az áruházba, abból is elég szép mennyiség jön be, tehát ott is az emberek, a szekszárdi emberek nagyon jól adakoznak. Még Tolnán is szoktunk gyűjteni, és a tolnai emberekről is elmondható ez. Úgyhogy idáig egész jól tudtunk gazdálkodni, de most a megnövekedett igény miatt szóval sokkal nehezebb a helyzet. A Tolna megyei szakképzési centrum azoknak is lehetőséget biztosít a szakma szerzésre, akik most érettségiznek, de a vizsgák után nem vagy nem egyből felsőoktatásban folytatnák tanulmányaikat, illetve azokat is várja a centrum, akik érettségivel rendelkeznek, van már végzettségük, de egy másikat is szeretnének elsajátítani.
A Tolna megyei szakképzési centrum azon fiatalok számára is kínál lehetőséget, akik a középiskolai tanulmányaik befejezése után nem mennek egyből egyetemre, főiskolára. A megye a 6 városában, 8 iskolában kínálunk lehetőséget a továbbtanulásra. Egyrésztről szakképzőiskola, iskolai, másrésztről technikumi képzések tekintetében. Azt gondolom fontos elmondani, hogy ezek a képzések díjmentesek, hiszen az új megújult szakképzési rendszerben 2 szakma és 1 szakképesítés megszerzése minden állampolgár számára ingyenes. A másik, ami fontos lehet, hogy a képzés során az első időszakban az ágazati alapvizsgáig ösztöndíjat kapnak a tanulók, majd ezt követően, hogyha duális partnernél folytatják a tanulmányaikat, akkor szakképzési munkaszerződést tudnak kötni, és ennek révén szakképzési munkabért kapnak. Ennek az összege a mai számok szerint 100 000 forint. Ha sikeres vizsgát tesznek, már pedig sikeres vizsgát tesznek a tanulóink, akkor kezdő pályakezdési támogatásként 300 000 forint összeg illeti a markukat, ami a tanulmányok alapján, illetve a vizsgáeredmények alapján lett kiszámítva. A technikumi és szakképzőiskolai képzés előnye, hogy a jelentkező fiatalok 2 év alatt piacképes szakmát szerezhetnek, amellyel később megtalálhatják boldogulásukat, egzisztenciát teremthetnek. Ha pedig később felsőoktatásban szeretnének tovább tanulni, az adott szakiránynak megfelelő képesítés birtokában jobb eséllyel indulhatnak a felvételin, hiszen szakmai vizsgájuk emelt szintű érettségének felel meg, többletpontot ér. Legnépszerűbb szakmák közé tartoznak a szépészeti szakmák, de mondhatnám a fiús szakmák közül a gépész szakmákat, vagy a villamos szakmákat egyaránt. Azt gondolom érdemes a Tolna megyei szakképzési centrum iskoláit választani. A képzési palettánkat megtalálják a tmsc.hu oldalon, ha pedig magukról az alapszakmákról akarnak tájékozódni, akkor a tájékoztató füzet az alapszakmákról című kiadványt ajánlom a figyelmükbe, ami a honlapunkon, illetve az IKK honlapján is elérhető. Ha mindez megvan, csak fel kell venni a kapcsolatot a választott szakképző intézménnyel, ahol tájékoztatást adnak arról, hogyan zajlik a jelentkezés és a felvétel. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!